A távol-keleti kultúrákról és gasztronómiáról nem is olyan rég, picit korábban beszéltünk Önöknek a világjáró sorozat egy korábbi adásában. Akkor szót ejtettünk a dél-koreai gasztronómia térhódításáról a világban, és persze Magyarországon. Most kifejezetten Dél-Koreába kalauzoljuk el Önöket, abba a távol-keleti országba, amely a koreai félszigeten terül el, nem is olyan messze, Japán partjaitól. Egy körülbelül Magyarország méretű ország, ahol velünk ellentétben 51 millióan élnek. Dél-Korea mára az egyik legfejlettebb kelet-ázsiai állam lett. Mindenki ismeri az LG vagy a Samsung márkákat, a koreai popzene térhódítása megállíthatatlan, és persze kulináris élvezetekből sincs hiány. Hogy mit is érdemes igazán megkóstolni ebben az országban? Erről szól ezúttal a világjáró. Utazásunkat Pusanban kezdjük. Pusan Dél-Korea legdélibb városa. Ezt most több értelemben is értjük. Egyrészt földrajzilag, hiszen Dél-Korea második legnagyobb városa a koreai félsziget délkeleti részén, a Japán-tenger partján található, szemben Japánnal, a félsziget legdélibb pontja közelében. Tartományi jogú város, az ország legfontosabb kikötője és egyben a világ ötödik legforgalmasabb árukikötője. Ennek ellenére igazi strand fővárosa Koreának. A víz és a strand homokja is, ahogy egy patikatisztaságú országtól várjuk, maga is elképesztően tiszta. Koreaiak milliói látogatnak el ide, hogy egy kis mediterrán hangulatot szívjanak magukba. Legalábbis nyáron. A július 1-től augusztus végéig tartó strandszezonban a vízhőmérséklet átlaga 22,6 fok. Az őszi hűvösebb idő megérkezésével azonban a víz is gyorsan hűl. Ha éppen nincs fürdésre alkalmas idő, akkor sem kell aggódnunk, hogy nem kerülünk kapcsolatba a tengerrel. Egy öböl túrára mindenképpen kihajózhatunk. A felhőkarcolók látványa valóban lenyűgöző a tengerről nézve. A tengerpart ötcsillagos hoteleitől csak egy rövid séta Dongbak-sziget, ahol pazar látványt nyújtó sétaútvonal vezet a tengerparti sziklák oldalába építve. Pár méterrel beljebb pedig fenyőerdőn keresztül vezető rekordtánon kerülgethetjük egymást a sportos, gyorsgyalogló és futóhelyiekkel. Ha csak egy templomot néz meg itt, az a Jongungsza legyen, mert ilyet viszont még biztosan nem látott az országban. Szokatlan módon a templom együttest ugyanis magas, tengerparti sziklákra építették. Ha hitrendszerével nem ütközik, tegyen egy látogatást a Hakepul Bodha szobránál, merül úgy tartják, hogy áldást és szerencsét hoz. És ne csodálkozzon a sárkány szobron se, a szentély neve ugyanis sárkányt jelent. De vannak itt mosolygós buddhák is, vidám és félelmetes szobrok, sőt, amit máshol nem látunk, itt van a közlekedési balesetek elkerülésének lehetőséget biztosító külön szentély is. A belváros teli van kis boltokkal, bevásárló utcákkal, de a legérdekesebb hely mindenképpen a halpiac. Az árusok szinte kizárólag idősebb asszonyok, a legkeményebb munkákat is ők végzik. Ládákat pakolnak, halakat válogatnak és pucolnak. A piac jellemzően a nyers és fagyasztott halak terepe, de azért pár kisebb halsütő standot, étkezdét is lehet itt találni, sőt, néhány árusnál apró grillen is készülnek frissen halak. A piac szűk utcái mögött ott a zárt és rendezettebb főépület, ahol hatalmas akváriumokban tartják az árusok a még élő halakat, és akár gyönyörű és megkérdőjelezhetetlenül friss sashimi tálat is készítenek belőle helyben. Az egészben a legmegdöbbentőbb, hogy a halpiacnak egyáltalán nincs halpiac szaga. Az összes élő és holt állatot folyamatosan folyó vízben, keringetett tengervízben tartják, ami a jellegzetes halszagot is elveszi. És hogy miért ilyen nagy ez a halpiac? Hát mert Korea, bár a félsziget nagy része hegyes vidék, távolabb a tengertől egyemberként rajong a tengeri állatokért. Legyenek azok frissek, szárítottak, vagy akár úgymond fermentáltak. Mert nem étel az étel, amiben legalább hal, vagy osztriga szósz nincsen. De az igazi nagy szerelem a polip. Óriási polipkarok felszeletelve, sütve, nyersen, vagy kicsit fermentálva a koreai konyha elengedhetetlen részei.
Én azt vettem észre, hogy a magyar kultúrában is nagyon fontos ugyanaz, hogy ki mit evett, mikor mennyit és hol, és hogy akkor menjünk el együtt enni, de ehhez képest a kórai kultúrában ez egészen új dimenziókat jelent. Szóval bármikor az ember találkozik egy kóraival, az első kérdés az szokott lenni a szia után, hogy ettél-e már? Ha ettél, akkor mit és hol és milyen volt? És esetleg tudsz-e még enni, vagy ígyunk meg egy kávét együtt? Ha meg nem ettél, akkor mit tegyünk együtt? Ez a bevezető. De ott hagytuk abba, mielőtt rátértünk volna a Polipra, hogy Puszán nem csak földrajzilag a legdélibb város, hanem mondjuk úgy, történetileg is. Puszán ugyanis az egyetlen hely az egész félszigeten, amely sosem volt egy napig sem kommunista uralom alatt. 1950 végére ide szorult vissza a déli közigazgatás, itt lett a kapitalista, nyugatbarát Korea fővárosa. Itt szálltak partra MacArthur tábornok vezetésével az amerikai csapatok, akik aztán visszaverték a kommunistákat és visszafoglalták Szöult. Akit a történelem e kalandos korszaka érdekel, annak mindenképpen érdekes lehet elmenni Puszán mellé, ahol máig áll az egykori menekülteknek épült városrész, és ellátogatni Szöulban a Modern Történeti Múzeumba. Ahol egyébként sok más mellett egy olyan aranyos történetet ismerhetünk meg, amely ismét csak Korea és a koreaiak mély kapcsolatát mutatja be az étkezéssel kapcsolatban. Amikor a kommunisták elől menekülő északiak egy hatalmas amerikai szállítóhajón jutottak a biztonságosnak számító délre, 5 gyermek is született útközben a fedélzeten, az amerikai katonák pedig nevet adtak nekik. Mivel egyetlen szót ismertek koreai nyelven, a gyermekeket kimcsinek nevezték el. Kimcsi 1-től kimcsi 5-ig. És még viccesnek is érezték magukat. Az már tényleg a koreai néplélek mélységét mutatja, hogy ezt máig szívmelengető történetnek érzik, és az amerikaiakat azóta sem tartják emiatt égtelen nagy marháknak. A cuki fotók feltétlen tartozéka a széles mosoly mellett, hogy szinte mindenki V betűt formáz a mutató és középső ujjából. Igen, ezt is az amerikai katonáktól tanulták, bár a mai fiatalok számára a győzelem jele már semmit nem mond. De jól mutat a szinte percenként elcsattintott szelfik, csoportképek mindegyikén. A fermentált káposzta jelentőségét azonban mindenképpen jelzi, hogy a külföldiek ezzel a szóval ismerkednek meg legelőször. És valóban, a koreai konyha egyik világszerte ismert alapja a kimcsi. A kimcsi egy misztérium. Mindenkinek van saját titkos receptje. Alapértelmezetten hal és szójaszószal, csípős paprikával, gyömbérben és fokhagymában savanyított kínai kelt jelenti. Hol máshol ismerhetnénk meg ezt, mint Gongju-ban a Koreai Nemzeti Kimcsi Kutatóintézetben. Korea ugyanis annyira büszke a fermentált kerre, hogy a legfontosabb nemzeti hagyományaként kezeli. Sőt, szerepel a UNESCO szellemi világörökségének listáján. Az intézet számára a savanyítás kémiájának méricskélése és a fermentálás során képződő enzimfajták számolgatása szintén fontos, de az igazán vicces volt, amikor az egyik laborban normál háztartási robotgépekkel pürésítették a savanyító kence hozzávalóit. Az viszont példaértékű a kulturális örökség megőrzése szempontjából, ahogy az intézet lehetőséget és felületet biztosít a kis és kézműves vállalatok számára, hogy elkészítsék saját reklámfilmjeiket, és különböző piaci és PR megjelenéseket garantál a hozzáfordulóknak. De ha ennyit beszéltünk róla, nézzük meg, hogyan is készül. Az elkészítés folyamata ugyanis több lépcsős. A kelt, vagy éppen retket, zellert, vagy bármilyen más zöldséget előbb sós vízbe teszik, azután kenik be a csípős, gyömbéres, halszószos alapanyaggal. Majd bödönökbe teszik és érlelik. Ez az érlelés puhítja meg az alapanyagot, adja neki a savanykás mellékízt, és termeli meg azt az állítólag 300 különböző mikroorganizmust, amelyik állítólag igen egészségessé is teszi a kimcsit. Ez persze tényleg csak egy nagyon leegyszerűsített leírás, valójában ugyanis a kimcsi egy gyűjtőfogalom, ami ecetes uborkosalátánkra emlékeztető vizes kimcsitől a paprika nélkül készült fehér kimcsinát, a savanyított csípős petrezselyem gyökérig hihetetlen a repertoár,
hogy mi minden lehet kimchi. A nagyobb piacokon egyetlen árusnál tucatnyi fajtát találunk, különböző alapanyagokból, különböző erősségben. Mivel a savanyítás cserépedényben a legsikeresebb, és mivel az urbánus lakosság igen apró lakásokban él, nem csak a hely hiány, hanem az átható gyömbér fokhagyma káposztaszag miatt is egyre kevesebben készítenek házilag kimcsit. És természetesen kimcsi nélkül nincs étkezés. Kimcsi reggel, délben, este. A koreai kultúrában az étkezések nem különülnek el egymástól, ugyanazt teszik reggelire, ebédre és vacsorára. Manapság a kimcsi alapvetően kiegészítő, minden étkezés mellé felszolgált, ergo saláta. Ami a szép az egészben, ez általában ingyenes az éttermekben. Fizetni jellemzően sokat persze, csak a főételért kell. A főételek árában az étteremtől függően 5 akár 10 mellékfogás is benne foglaltatik. Mi úgy mondanánk, hogy köret vagy saláta. De azért ez sántít, mert tényleg csak pár falatnyi étkekről van szó, és természetesen ezek is közösek. Viszont ha elfogynak, korlátlan az utántöltés. Korábban persze ez nem így volt. Amikor Korea szegény volt, a hosszú hideg teleken a savanyított ételek jelentették az egyetlen zöldségfélét, amit az emberek megengedhettek maguknak. Sokaknak sokáig a kimcsi volt az egyetlen étel a rizs mellé. A kimcsi elkészítése, megosztása a rokonokkal, a falu közösség tagjaival éppen ezért igazi szertartássá nőtte ki magát. Meglett a maga szokásrendje, népi hagyományok kötődnek hozzá, dalokat és természetesen orvosi értekezéseket írnak róla, hiszen természetesen nagyon egészséges és megszámlálhatatlan nyavaját meggyógyít, megelőz. A koreaiak számára nagyon fontos a harmónia az étkezés során. Ha megnézik, minden ételnek megvan a helye, középen pedig a kiinduló pont található. Megmutatom, hogyan veszünk belőle. Ebből veszek a saját tányéromra, majd veszek hozzá abból, amiből csak szeretnék. Például uborkát vagy egy kis gombát, majd az egészet pálcikával feltekerem. Majd belemártom a szószba és megeszem. Ami viszont mindezek fényében lehet, hogy meglepő, de a magyar és koreai ízlésvilágot egyaránt ismerők közül többen is megerősítették, hogy a kimcsi alapvetően be tud illeszkedni a magyar étkezés kultúrába. Magyarországon dolgozó, de Európát járt, koreai szakács mesélte, hogy ő úgy látja, itt van a legnagyobb rajongó tábora a fermentált kelnek. A hazai koreai kulturális központ nem véletlenül tartott nálunk kiállítást a fermentált ételek történetéről Budapesten. A kimcsi fő alapanyaga eredetileg a kínai kel volt, de a kimcsi érdekessége az, hogy attól függően, hogy melyik tartományban készítik, ez változik. Gyakorlatilag mindenféle zöldségből készíthetünk kimcsit. Lehet ez akár spenót vagy bármi. Sőt, sokan az ételt vöröses változatában ismerik, de fehér kimcsi is létezik. Mivel Korea 70%-a hegyvidék, ezért sok-sok különböző zöldség van, amelyek mindegyikéből igyekszünk kimcsit készíteni. Valójában sok területen ettől is függ az, hogy éppen milyen zöldséget termesztenek. Mivel Korea 70%-a hegyvidék, ezért sok-sok különböző zöldség van, amelyek mindegyikéből igyekszünk kimcsit készíteni. Valójában sok területen ettől függ az, hogy éppen milyen zöldséget termesztenek, hogy végül milyen kimcsit szeretnének készíteni belőle. Ami az ízét, a fűszerezését adja, az az elkészítési módja. A kínai kel esetében a zöldséget vízbe rakjuk, azt besózzuk, úgy hagyjuk, később piros paprika szósszal, fokhagymával, vöröshagymával, halszósszal, néha gyömbérrel érleljük. Elég sok ideig, végül hűtőben tároljuk. De miért is ilyen fontos Koreában az étkezés? A választ egészen meglepő helyen találjuk, egy buddhista szentélyben. Amíg az európai kultúrkörben a konyha minden, de nem reprezentatív helyiség, és a konyhai személyzet a hierarchia alján állt, addig Koreában a legelőkelőbb családok leányai versengtek, hogy udvarhölgyek lehessenek, és a királyi családra főzhessenek.
A főzés egy komplex feladat, nem pusztán arról szól, hogy megtöltsük a hasunkat. A gasztronómia filozófiai magasságokba emelkedik, egyformán fontos az alapanyagok összeválogatása, amelyek színe, textúrája és elkészítésének lehetőségei is szimbolikusak. Egy a buddhista templomi étkezésről szóló kis előadáson egy kedves idős apáca, aki egyébként hihetetlen jókat is főzött, elmondta, a megfelelő étkezés alapvető abban, ha valaki el akar jutni a megvilágosodáshoz. Természetesen ehhez húsmentesen kell étkezni, amit igazán csak a templomi konyhán csinálnak, de a gyógyítás mindenütt ott van a konyhában. A hozzávalók élettani hatása, feltételezett gyógyító erője, afrodiziákum volta is ugyanolyan lényeges a hagyományos koreai konyhában. Vendéglátóink is lendületből sorolták minden egyes étkezésnél az összetevők üdvös hatásait, különösen az aktuális kombinációban. Saját bevallásuk szerint, mielőtt a nyugati orvosláshoz fordulnának, hosszasan kúrálják magukat ennivalókkal. A magán túlmutató, mintegy a világot magában hordozó ételek ne továbbja Koreában a bibimbap, amiben benne van a teljes világmindenség. Maga a szó keverést, rázást jelent. Nincsenek szigorúan meghatározott összetevői, de a kész ételnek meg kell felelnie bizonyos esztétikai és filozófiai elvárásoknak. Egy széles, de nem túl magas falú cserépedénybe sugárirányban kell belehelyezni az akkurátusan egyformára, apróra, vékonyra szeletelt hozzávalókat. A tálban négy különböző színű, nyers zöldségnek kell szerepelnie, például répa, uborka, gomba, retek csíra, a lila kedvéért, az opcionális húsok és rizs mellett. Ez a négy különböző zöldség szimbolizálja a négy égtájat, a hozzájuk kapcsolódó évszakokat és a velük azonosított asztrológiai és személyiségjegyeket is. A tál közepén szinte mindig tojássárgája van, amely színében és formájában is a napot szimbolizálja. Ez az elrendezés a világban elérhető harmóniát jeleníti meg, és gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki a koreai zászló szimbolikájára asszociált erről. Ha már kigyönyörködtük magunkat a műalkotásunkban, és el is öntött a harmónia, gyorsan össze kell keverni mindent, és a hozzávalóktól függően rögtön fogyasztható, vagy még egy kis sütést igényel. Nem ennyire transzcendens, de legalább ilyen finom a bulgogi. A hajszál vékonyra vágott, felcsíkozott és előre bepácolt marhahúst és gombát kiki magának süti meg az asztalokon elhelyezett platnin. Mivel a hús tényleg hajszálvékony, a sütés nem tart tovább pár percnél, ha pedig egy adag elkészült, már hozzák is a következőt. Maga a név is a grillezésre utal. A frissen sült húscsíkokat aztán kisebb nyers salátalevélbe kell csomagolni. Mellé lehet tenni kimcsit természetesen, vagy akár más zöldségeket, rizst is. Az így elkészült batyút pedig nemes egyszerűséggel betömjük. De ne higgyük, hogy a koreai konyha kizárólag kifinomult úri dolgokból áll. Ha valami igazán népit akarunk enni, akkor viszont a piacra kell mennünk. Szöul egyik leghangulatosabb helye a Gwangjang piac. Az 1905-ben alapított, mondjuk így, fedett bazár ma is a hagyományos, zajos, zsúfolt, színes szagos Ázsiát idézi. Ha nem lennének az árusok mind nett egyenruhában, és nem lennének az árak olyanok, amilyenek, egészen úgy éreznénk magunkat, mint Ázsia egyel-kettővel szegényebb vidékén. Egészen más, mint a Lotte áruházak rózsaszín üvegpalotái, vagy a Dongdaemun piac nyomasztó árutömege. Ruhát persze itt is lehet kapni, mindenütt lehet kapni, iszonyat mennyiségben, mintha semmi másból nem állna egy átlagos koreai élete, mint abból, hogy naponta más ruhát vesz fel. De a külföldi látogató számára a legérdekesebb mindenképpen az etető részleg. A hosszú asztalok mellett kis műanyag székeken vagy keskeny padokon szorongva lehet enni. A jobb helyek előtt hosszú sorok kígyóznak, a sülő ételek szaga pedig betölti a piacot. No de mi sült ki a standokon? Sokféle európai tapasztalat alapján nehezen meghatározható, de mindenképpen érdekes és incsiklandó dolgok mellett helyi különlegességként lángos. Bizony, kétségtelen, hogy van némi eltérés, hiszen a mi lángosunkba még véletlenül sem kerül babcsira, a bindatokra pedig még véletlenül sem tesznek tejfölt és sajtot. Ezek a termékek egyébként gyakorlatilag teljesen hiányoznak a koreai konyhából. A lángost egyébként nem kézzel, hanem pálcikával kellene enni, de az ízhatás és a kinézet gyakorlatilag azonos. Hatalmas élmény egy hamisítatlan ázsiai piacon szembesülni azzal az étellel,
amivel szüleink anno lecsábítottak minket a strandra. Van itt persze más is, tokboki például, a csípős szószba forgatott ragadós vastag rizstészta szintén igazi finomság. Bár nem biztos, hogy referencia, de Barack Obamát is idehozták tokbokizni, amikor Szöulban járt, és neki is ízlett, vagy legalábbis ezt mutatta. Tény, ha a Dél-Koreában járunk, egy dolgot biztosan nem fogunk éhezni. Enni ugyanis szinte bárhol lehet, gyakorlatilag szinte minden második üzlet étterem vagy büfé, sőt, ha egy bárba ellátogatunk, többnyire ott valamit azért ehetünk is. Dél-Koreának persze az ételeken kívül számos más értéke is van, amely mellett nem szabad elmennie az utazónak. Legközelebb talán ezeket is bemutatjuk önöknek.